Kedves hallgatóink, az óra végéhez közeledvén egy jótékonysági gálaestről lesz szó, a Kun Klaudia Alapítvány szervezésével. Az időpont október 16-a vasárnap délután 16:30, a helyszín pedig a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidőközpont. Köszöntöm a telefonvonal végén Teodorovics Andrát, a Kun Klaudia Alapítvány sajtóreferensét, akitől további részleteket is szeretnénk megtudni erről a bizonyos gálaestről. Szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Így van, most vasárnap 16:30-tól lesz megrendezve, én már második alkalommal a Kun Klaudia Alapítvány gálaestje. Elsősorban ugye az lesz a célunk, hogy az itt befolyt összeget a Velkei Egészségügyi Centrum onkohematológiai osztályának további szépítésére fordítsuk, valamint ugye el kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan szeretnénk folytatni a LED televíziók vásárlását, a szalagfüggönyök felszerelését, hogy a kisgyermekek minél jobb körülmények között gyógyulhassanak, hiszen nagyon sokszor hónapokat töltenek bent ezekben az intézményekben. Igen, hát ha jól emlékszem, vagy jól az információim, akkor tavaly jött, az idén pedig már 4 teljes körön felújított kis korterem is várja a gyerekeket, ugye, a ti jó voltotokból, de azért még mielőtt erről beszélnénk, a magáról, a Kun Klaudia Alapítványról 3 mondatban, hát ha van olyan, aki nem tudja, hogy tulajdonképpen miért is létezik a Kun Klaudia Alapítvány. Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, így van. A Kun Klaudia Alapítvány körülbelül 1,5 évvel ezelőtt alakult. Az elnök Kun Attila és felesége Lénárd Katalin kislányuk elvesztése után alapították ezt az alapítványt, azért, mert a kislány azt kérte betegségében a szüleitől, hogy tegyék szebbé és élhetőbbé ezeket a kórtermeket, a szülők megígérték ezt, és miután a kislányukat elveszítették, nyilvánvaló, hogy a lépélet megmaradt, és ezért alakult a Kun Klaudia Alapítvány, aki egyébként már nagyon-nagyon sok gyermeknek, agydaganatban szenvedő gyermeknek nyújtott már hatható segítséget, és a szüleiknek is természetesen. Én azt olvastam itt az egyik sajtótájékoztatós meghívóban, hogy az országban egyedülálló módon sikerült ezt a 12 kórtermet úgy megvalósítani, vagy átalakítani, hogy abban ingyenes internet elérési lehetőség is legyen. Na, ennek a részleteiről is jó lenne egy pár mondatot hallani. Hát igen, ugye az elsődleges szempontunk a kapcsolattartás volt, hiszen a gyermekek, és ugye általában az édesanyja van bent ezekben a kórtermekben, na most nagyon jól tudja mindenki, hogy a betegség az nem anyagi függvények tekintetében jön. Így aztán nagyon-nagyon sok szülő nem tudja az otthoni családtagokkal tartani a kapcsolatot. Az internet, ha előfizetés pillanatok alatt lemerülés nincs, és a gyermeknek milyen rossz, amikor a testvéreivel, az édesapjával, a nagyszüleivel nem tud kapcsolatot teremteni, nem tudja látni őket, nem tud beszélni velük. Hát igen. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb fájdalom és félelem nem létezik sem az otthon maradt családtagok számára, sem pedig a kórházban gyógyuló gyermekek számára. Ezt próbálta a Kun Klaudia Alapítvány így megoldani, tehát így igaz, az onkohematológiai osztályon elérhetővé vált az ingyenes wifi. És hát további gazdagodás lehet remélni attól a jótékonysági gálaestről, amelyről ugye beszélünk, amelynek a fellépői között látom Pál Dénes is szerepel, illetve hát a sztár vendég lesz ő, meg a fő fellépő között ott van a Ködmön társas formációs táncosok ott vannak, és még mi mindennel várjátok a vendégeket? A vendégeket még Lénárd Martina és Kovács László dóénekesek fogják szórakoztatni, valamint Sitku Norbert fog nekünk trombitálni. Én azt gondolom, hogy maga a műsor megtervezésénél elsődleges szempontunk volt az, hogy az ideérkező látogatók, családok jól érezzék magukat, egy tartalmas, kellemes kikapcsolódásban vegyenek részt. Mi ezzel szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást. Miközben pedig azzal a jó érzéssel távozhatnak valóban, hogy segítenek a rászorulókon. Hát kívánom, hogy minél többen vegyenek részt ezen a bizonyos október 16-i, vasárnap délután 16:30-kor kezdődő programon, gála este, mert hát annál nagyobb lehet a segítségnyújtás, minél
több a résztvevők száma. De hát túl azon, hogy ott megveszik a belépő jegyeket, azon kívül még van lehetőség az egyéb támogatások eljuttatására is, de erről majd a helyszínen gondolom ti tájékoztatjátok a megjelenteket. Természetesen. Köszönöm szépen. Hálásan köszönjük. Köszönöm szépen. Teodorovics Andreát hallották, a Kun Klaudia Alapítvány sajtósát az október 16-i jótékonysági gálaestről, amelynek részleteiről az interneten is szerezhetnek ismereteket, hogyha kíváncsiak rá. És hogyha kíváncsiak arra is, hogy mi történt hazánkban és a nagyvilágban, akkor maradjanak velünk, hiszen hamarosan már az MTI Hírcentrum munkatársai jelentkeznek a hírekkel. Én megköszönöm figyelmüket Mackó János nevében is. A szerkesztő Monos Márta további kellemes rádiózást kíván mindehhez. A viszonthallásra!